Jaj, át kéne rendeznem már a szobámat, de... Jó, megfogom. Akkor szerintem ezt a tévét innen leszedem. Ezt az asztalt odébb kéne egy kicsit vinnem, de... Nem bírom megemelni! Nem megy! Nem bírom megemelni! Nem megy! Oké, fáj a hátam, ez így nem lesz jó. Segítséget kell kérnem, majd Kitty meg Kismai biztos segítenek, valamelyikőjöknek tuti kell segíteni. Hú, egyedül ez nem fog menni, viszont nagyon át szeretném rendezni már a lakásom, mert fönt mindenkinek már tök új lett, meg minden, nekem meg mindig a régi, és az annyira nem tetszik nekem. Kitty, hello, jó reggelt, bocsi, hogy ilyen kozavallak, de nyisd ki. Itt van. Hello, figyelj már, átjönnél hozzám pakolni? Nem. Miért nem? De léci. Fáradt vagyok. De jó, de pakolni kéne. A lakásom most lesz. Megoldotta azt. Most lesz más. Ma át szeretném pakolni meg, de egyedül nem bírom. Gyere már. Jó. Oké. Megyek. Jössz is. De csak egy nagyon picikét. Igen. Inkább megyek alszok. Mi? De Kitty, most nem jössz? Nem. Jó van akkor. Mindegy. Kérünk segítséget mástok, kösz, jó fej vagy, nem baj, majd kis segít nekem, kis mindig segít nekem, kisre mindig számíthatok, mert nagyon jó barátok vagyunk. Hello? Ébresztő? Most kell kapni. Melyik az idióta, melyik... Ócsá. Hello, figyelj már, átjönnél nekem segíteni pakolni? Pont, most nem vagyok itthon, kérlek, majd gyere végig, hogy itthon vagyok. De látom, hogy itthon vagy... Hova lett? Ó, itt vagy, jó, azt hittem már eltűntél. Csak, hallod, látod a pizzériát? Igen. Na, mögött nézd már meg, hogy ott vagyok-e. Ott vagy, jó, várj, menj, megnézem. Hé, várjunk csak, te át akarsz verni, hát itthon vagy. Nem veszem, mi? A kis? Kis, hallom, hogy létrázol. Látom, hogy bent vagy. Halló? Nem vagyok itthon, kérjék, vagyom üzeltet. Bejöttem. Halló, mit csinálsz? Mit csinálsz? Gyere már segíteni, meg kell emelni a bútoraimat, meg ezeket. Szobor vagyok. Nem vagy szobor, na. Szoborhoz beszélsz? Gyere már, meg kell emelni, át kell rendeznem a szobámat. Át kell rendeznem a szobámat, nincs erre időm. Na, kit is segít nekem? Áó! Várja, mikor? Most. Kérdeztem. Na, húzza kifele. De nem tudok, mert... Jössz akkor? Persze. Ja, gyere. Nem. De... Jó, oké, akkor hello. Nem érdekel, akkor megcsinálom magamnak, sőt, annál is inkább, mert elfelejtették, hogy én annó vegyész voltam, és csinálok egy olyan szérumot, amitől majd szépen a csicskáim lesznek, és majd mindent megcsinálnak ők, és még én sem fogok segíteni, és ők lesznek az én kis csicskáim. Nem baj, ez lesz a jó megoldás. Úgyis van a házamba egy labor, amit még ide csináltam annó. Itt le kell jönni, és itt lesznek benne. Igen, itt is van. Oké, ezeket majd mindjárt kikeverem. Csak előtte felveszem a ruhámat. Oké, meg is volnánk. Fel is vettük a ruhánkat. Most már csak egy kicsit ki kell főzni, de kellenek még az alapanyagok hozzá, hogy amit tanultam annó a súlyban, hogy ilyen inasaim legyenek. Mindjárt akkor kell nekem elsősorban egy fa, hozzá egy föld, és utolsónak, legeslegutolsónak egy fűszál. Ebből áll össze a recept, szóval ki kell szednem ezt a fát. Gyorsan. Oké, megvan. Kellenének, meg is van a ilyen kis fa. Ez kell nekem, kell egy darab föld, az jó lesz innen. Ez is megvan, illetve kéne még egy darab fűszál valahonnan, hogyha találnék egy füvet. Ott a túloldalt vannak füvek. Oké, nagyon jó. Szépen átúszunk, és megszerezzük magunknak, és végre a csicskáim lesznek, és azt fogják csinálni, amit én akarok. Jó, oké, meg is van. Ezzel teljesen kész vagyunk, mehetünk összerakni őket, és utána be kell adni nekik, és utána a szolgáim lesznek. Oké, itthon vagyunk, szépen gyorsan össze kell rakni őket, és utána várjuk meg az estét, és este fogom nekik beadni, hogy reggelre mire felkelnek, csak annyi legyen bennük, hogy engem kell szolgálni, rendben, minden benne is van, és hogyha várunk egy kicsit, akkor... itt is van, ez kell nekem, tökéletes, ezt nagyon óvatosan kell majd hozzájuk a
fejüket fel kell nyitni, igazából csak bele kell szólni a fejükbe, és akkor ott bele kell önteni, és onnantól kezdve az én szolgáim lesznek, ugyanis nem jönnek segíteni, akkor majd így fognak jönni segíteni. Végre leszállt az éj, szóval mehetünk is, szerintem már mind a kettőjük alszik, ilyenkor már azért szoktak aludni. Rendben, elsőnek menjünk akkor Kittyhez, a szokásosan. Kittyhez átmegyünk, és szépen akkor szolgánká tesszük. Jó, nem csengetünk, gondolom nyitva van az ajtó. Oké, nyitva van, nagyon jó. Fel az emeletre. Gondolom alszik. Oké, itt van, oké. Itt van, alszik. Akkor szépen beadjuk neki. Így. Megszúrtam. Ő reggelre már elméletileg a szolgámnak kell, hogy legyen. És akkor nyomását kishez, és kisnek is be kell adni, ez gyorsan. Nyomnál le is, remélem nyitva van az ajtó, de nem, akkor bemegyek az ablakon. Nyitva van, nagyon jó. Oké. Ő elaludt, lenne alszik. Oké. Alszik? Igen. Jó. Adjuk be neki. Oké, megvan. Beadtam. Irány haza, hogy ne meg tudják. Remélem egyiküknél sincs kamera. Reggelre meg végre mind a ketten a szolgáim lesznek. Ez az! Végre reggel van. Na nézzük, működött-e. Hoppá. Kis! Kitty! Ide elém! Most rögtön! Megyek mester. Oké, jönnek mind a ketten. Működött! Végre! Oké, álljatok meg mind a ketten! Jó reggelt, mester! Jó reggelt, most már ugye mindent megtesztek, amit mondok, jól gondolom? Természetesen. Ó, ezt akartam én hallani. Rendben akkor, mivel nem is tudom, kicsit rendbe kéne tenni a konyhát. Kitty, mosogass el, kis, te pedig főz nekem, csinálj nekem reggelit. Rendben. Végre működik, csinálják azt, amit mondok. Én addig megyek. Jó, ők mosogatnak, reggelit csinálnak, én meg addig megyek, tévézek egy kicsit. The next day. Na jó, én unom ezt a tévézést. Kis, Kitty! Készen van a reggeli mester. Köszönöm. Nagyon jó, köszönöm szépen. Nagyon egész jó lett. Rendben, a következő feladatok nem más lesz, mint megkívántam a halat. Szóval menjetek el horgászni, és hozzatok nekem halat. Rendben, mester. Menjetek mind a ketten. Várlak titeket vissza. Mi az itt? Én miért horgászok le? Miért vagyok itt? Nem tudom, várjál, horgászásból lehet húst fogni? Figyeld. Nem, csak halad. Hol? Miért horgászom most itt? Szintén fogalmam sincs, de nekem egy kicsit így fáj a fejem, de az ajtok nekem nagyon-nagyon. Nem tudom. Nekem csak kicsit, de pedig miért vagyok? Inasaim! Hey, szolgák, hol van már a halam? Hol van már a halam? Hát még nem sikerült kifognunk. Jó, de... tudjátok mit? Mert nem megy ez nektek. Igaz, hogy az elixírt, amit beadtam, attól függetlenül nem lesztek profi horgászok. De... Elixír? Igen, nem, semmi. A dolgotok a következő, építsetek nekem egy palotát, légy szíves, jó? Estére legyen kész. Köszönöm! Oké, hallod, kis? Ez még palotát akar. Hát biztos, hogy nem fogja neki palotát, hát és mit gondolsz? És mit szoktunk be? Valamit mondott. Valami elixírt mondott, de én azt csak a Clash Royale-val ismerem. De várjál. Meg van egy jó ötletem. Micsoda? Építsünk neki egy kicsit ilyen jobb háznak kinéző dolgot, de ami csak egy ilyen üres ház. Építsünk egy csapdát. Jó, oké. Hova? Menjünk. Hát nem tudom, valóban arra. Na, végre. Mester! Már elég látom. Igen, készen van a palota. Kész van a palota? Igen, rendben, akkor vonulok, merre kell menni? Mutassa. Kövessen. Rendben, itt vagyok, mutassa, merre van. Remélem, eddig nem nagyon látom, merre kéne mennem. Közel építették? Remélem, nem szeretnék sokat gyalogolni. Igen, kell messze menni. Rendben, merre? Itt kis, lesz. Ezt a kócelet ki kell kerülni? Nem, ez az. Ez az? Igen. Ide be kell menni. Csak benyugodtam. Rendben. Hey! És akkor mi most elbeszélgetünk. Mi? Miért? Mit csinálnak? Jó voltam, ilyen elixírt adtál be nekünk. Igen. Mit? Honnan mindenről erről? Tudunk. Honnan tudtok erről? Te mondtad. Igen, elment a hatása és meghallottuk. El fog lepni a homok, szóval beszéljél inkább gyorsan. Ne, kérlek. Be fogok ragadni ide a pokálóba. Ne. Nem fogsz, ne aggódjál. Azért volt ez az egész, mert nem segítettetek, és én ezért csináltam. Hogy... És hogyha nekünk nincsen kedvünk segíteni? Hát, fáradtak voltunk. De akkor is, én nekem akkor kellett a segítség, és nem segítettetek. De ez nem megoldás. Nem lett volna egyszerűbb várni egy kicsit?
amíg mi nem leszünk fáradtak, és aztán megkérdezik újra. Jó, ez is igaz. Ne haragudjatok. Nem lesz ilyen többet, kiengedtek, légy szív. Jó, semmi gond, a gyerek itt. Megyünk pizzázni. Nem, engedjetek ki. Várjál, rakok neki oda a üveget. Oké, így legalább lehet tudni szenved. Ne, engedj ki! Szia! Engedj ki! Ó, várjál, nekem van egy nagyon jó ötletem. Micsoda? Ide rakok egy szerkezetet, aminél, hogyha kiütsz egy blokkot, akkor felrobbansz. Mi? Ne! Jó, bocsánat, sajnálom, leszek a csicskátok. Oké, na, gyere. Folyadsz ki. Hogy tudok kimenni? Meg van homok. Kijössz. Ennyi. Jó, oké. Jó, akkor most menjétek el is ki a házunkat. Majd holnaptól. Nem. Mi holnaptól? Visszaemlítem csapdába! Sziasztok, hello! Majd holnaptól!